Na, csókolok mindenkit. És köszöntök mindenkit az aranyások szerveren. Ez az első, nem tudom mi, ez csak ilyen ringis pill, amit unatkoztam, miközben, és hát nem unatkoztam, hallgattam a zenét, a közben ezzel baszakodtam. Egy kicsit leveszem a hangot, 20% az úgy fasza lesz. És a mai napon egy házbemutatót szeretnék tartani magamról. Én nem jelentkezek underground, azzal se jelentkezek persze, de magyarások részekkel, és most egyet csinálnék, egy ilyen magyarásósat. Ez a én házikomnak a legbelseje, ahonnan nincs út. Ezt én a centrumnak választottam, ezt a helyet, és hát a egyik végső centrum, innen bárhova el lehet menni. Na hát, szépen lassan végig megyünk a kis házacskámon. Na itt először már láthattátok, hogy ez a szoborka, amit kiírtam, viccesen Zeus oszlopa, Krisztus előtt 5001-ből, ez ilyen titkos ajtó. Ide. Né. Enchant plus ploti. Itt lent van az enchantoló helységem. Hóembertölt, szegény hóember. Itt vannak potinak a helyek, mindenféle dolognak. Itt van egy kis végtelen víz. Kis enchant szoba. Mint hogy tudhatjátok, én egy bányában élek, és még nincs házam, de egy nagyon nagy bányarendszerem van. Ha esetleg valami szopogatás hangot hallanátok, akkor fáj a torkom, és ilyen hárcsfavirágos vizét eszek, cukorkát. Most ezt nem fogom leszedni, ezt a nether wartokat. Nem tassalak vele titeket. Ha megengeditek, akkor ide felflyolok egyet, mert mennék sorba az építményeken. És még annyi lenne a kérdésem, hogy csináljak-e, milyen magyarások részeket szeretnétek csinálhatok. Itt egy kicsi búzafarmacska. Itt az oldalában ott van elrejtve a víz. Itt az egész oldalon. Hát, és igazából ez nem valami nagy dolog. Búzafarm. Láthatjátok már, van valamennyi. Itt meg láthattok egy kis kandallócskát, ahol van sok gomb, igazából semmelyik nem csinál semmit, kivéve ez itt. Így ezt megnyomjuk, eloldódik a víz, be tudok menni. Ide se csináltam még semmit, de ide is tervezek egy ilyen titkos dolgot. Bármit igazából be lehet ide rakni. Megnyomom, és visszazáródik így. És így persze vissza is gyújtja. Bár itt látjátok néhány Flint and Steel. Nem kell emiatt hangódni. Itt a nagy teremből bejövünk még egy nagyobb terembe, ez egy elosztó állomás. Itt a nether kapu, azt gondolom már többiek videójában jól láthattátok, hogy mi van arra. Itt egy kis ilyen vízesésszerű láva, és itt van, itt lehet pecázni. Meg itt ilyen kis békés hely. Hát igen, ezek a ládák itt nem véglegesek, itt tartom a blokkjaimat. Ennyi van. Ha így meglepődnétek, hogy miért van ennyi stone-om, mert van egy silk touch-os csákim. Nem ezek. Aha, valahol ott van, biztosan. Itt egy automata sütőrendszer, ezt már gondolom nem kell bemutatni. Itt egy ilyen kis cuki ételosztó, ami kinyom nekünk 16 darab sűcsirkét. Simike is csinált egy hasonlót, rólam kapiztak. Itt van néhány cucc, tojás, mint tudhatjátok, abból neked nagyon sok van. Még néhány cucc, most vagyok berakni őket a raktárba. És akkor menjünk itt ezen végig egyenesen. Itt a csonti farmom. Menjünk is leszépen. Itt láthatjuk, hogy itt esnek le a csontik, és itt végig itt erre. Na, meg is várunk egyet szerintem. Avagy nem várunk. Ah, itt egy. Mondjuk simnek, hogy cső. És megnézzük, hogy merre megy ez a csonti. Igen, hallottuk a zuhanás hangot. És itt is van egy másik csonti társaságában, akikben hármat bele kell ütni, és meg is halnak. És itt vannak a cuccoskák, amiket dobnak. Most homolok egyet.
Itt kezdődött az egész bányám, mivel itt van, azt hiszem, igen, itt van a csonti spanner, itt találtam egy spannert Lubival, bányázgattunk, azt meg gondolom, na, akkor itt fogok lakni. Házad vidiben. Ja, oks. Na, remélem Supernet most hozzám nem fog jönni. Ja, itt van egy kis kaja, osztag, láva, poti TNT, csomó nyíl, enchanted csákik. És hol van a... efficiency? Ah, itt van a szilitecses csákány, csak meg akartam mutatni. Egy kuka. Ezt nem kell bemutatni. És ott egy kar, ami ezt az ajtót nyitja itt a festmény mögött. Várjatok, sikerülni fog. Ah, ezt itt kibe. Ah, most nyitva van, nyitva szoktam hagyni igazából. És itt gyorsan rámutatok a cuccaimra, ha érdekel, nézzétek meg őket a videóba, úgy, hogy megállítjátok igazából. Semmi érdekes. Itt van néhány sín, a háromnegyedét már Supernetnek adtam, hogy csináljon rendszert a házak között. És így lehet a kis házamra bejutni, de most gyorsan felmegyek, nem akarom az időtöket húzni. És valaki ide rakott ilyen nether blokkokat, hogy jelezze, hogy itt a kis lejárom. Oké, kösz, csak. És akkor itt lehet lemenni hozzám, vagy esetleg aki gyorsabban szeretne. De sajnos felfele csak flyolni lehet, vagy itt felmenni. Na, akkor menjünk is a többi helyszínhez. És hát már annyira sok dolog már nincs a házamban, de azért még megmutatom. Itt egy kis aranyos csirkefal vágóhíd, az itt lévő állatok halálra vannak ítélve. Most itt a vágóhíd közelében le kell venni a hangot, sajnálok titeket, mert itt nagyon hangosak szoktak lenni az állatok. Vagyis hát videóban ezt nem szeretném felvállalni. Hát itt vannak a kis néhány csirke. Ezeket most már nem szoktam levágni, mert már annyi kaján van, hogy felesleges. Itt meghagytam egy ilyen kis oszlopot, mert egy bányába építkeztem. Itt a automata tehénfarmomat láthatjátok. Itt vannak a tehenek, itt van a búza, és annyi a teendőm, Mumbo Jumbo-tól néztem amúgy, drop rate, nagyon, baszki. És ide feljönnek a kis tehenek, és búzával megetetjük őket, de most nem, mert nagyon hülyéskednek velem. Nagyon sokan vannak, és nem kell már kaja, szóval nem szoktam mostanában szaporítani őket. Itt a titok, hogy miért van ennyi tojásom, mert nagyon sokat szoktam itt a barlangba lenni, míg a többiek ott a földön elmennek valahova, és a csirkéik nem tojnak. Nekem mindig itt vannak a barlangba, ahol szoktam építkezni, és folyamatosan tojnak. Nézzük meg, hogy most... most nincs is olyan sok szerencsére. Most oda mentem demóhoz, azt meg a földbe. van neki egy kis csirketároló, és oda bedobáltam 6000 csirkét. Ez még felfedezetlen hely, vagyis hát néhány fákját leraktam, de nem nagyon tudom, hogy mi van erre. Itt meg egy 3x3-os ajtó található. Ami beszokott bugolni a szerver redstone miatt, mint azt hiszem még Simike is beszélt arról, hogy a szerveren a redstone-ozás sokkal nehezebb, mert mások a delay-ek, és hát néha van egy kisebb lag a szerveren, akkor ez történik vele igazából. De ha nincs, akkor meg láthatjátok ilyen. De igazából ez nem nagy probléma. Egyszer be szokott következni. Teljesen ki lehet bírni. Na hát igazából már csak egy dolog maradt a kis házacskámban, amit meg szeretnék mutatni. Az automata fafarm, amit igazából nem szok megmutatni, mert egy darab csontból sincs benne, de ezt most megoldjuk. Nagyon finom ez a cukorka. Ja, akkor mondjuk most kiveszünk 32 csontot. Ez elég kevés. Ennek az a hátránya, ennek a
fafarnak, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok bombit zabál. De ez engem annyira nem érdekel igazából, mert van egy csonti farmom. Na nézzük meg. Rakja bombit, és hopp! Kilőtte. És itt ez a dispenser is kilőtt nekünk egy fát. Annyi a dolgunk, hogy megint ott rakjuk egy kis fánkat. Várni, talán ideállni, hopp! És kaptuk újra a fát. Most azért kaptunk ennyit, mert itt vannak, tudjátok, itt fent kinőnek. És ezekből kapunk. És látjátok, már egy zabált 30 bombit. Két vagy három fáros, már azt sem tudom, hogy hányat csináltam meg. Na hát, igen. Ennek a redstone-ja egy kicsit bonyolultabb. Igazából annyira nem, csak fel kellett vezetni ide fel. Na hát, még azt hiszem, tudok egy kis dolgot mutatni. Az óriási bányarendszeremből egy darabot, hogy még mennyi helyen van. Te láthatjátok, hogy lefele kettővel van bánya. Felettem is van. Erre is. Erre is. Arra. Lefele. Itt, ott, amarra. Itt egy óriási bányarendszer. Szóval itt még annyit tudok majd építkezni, hogy az beszarás. Igazából ennyit szerettem volna. Egy gyors házbemutatót. És az, hogy csináljak-e magyarásos részeket. Nem úgy, mint hogy az én lapos mapon arra lenne időm, de erre lenne. Meg arra is kéne, hogy legyen. Nem akarok ebbe belemenni. Nem ígérgetek, mert akkor ezt nem tudom megcsinálni. Ha meg tudok, akkor tudok. Na, ennyi az egész. Ezt akartam